Hello mindenkinek, én Gibi vagyok, és a mai videóban 10 olyan dolgot szeretnék bemutatni nektek, amelyek szerintem hiányoznak a Minecraftból. Remélem, hogy tetszeni fog majd nektek ez a videó, és szerintem akkor vágjunk is bele. Az előző részben felvetettem egy ötletet azzal kapcsolatban, hogy új fák kerüljenek be a mocsárba, hiszen ez az egyetlen bájom, aminek nincs saját fatípusa. Azt is mondtam, hogy a következő, vagyis a mostani részben pedig a különböző biomokban már meglévő fák mellé új típusú fákat javaslok majd. Szóval kezdjük is el. Mielőtt mindegyik biomot külön-külön jellemeznénk, előbb egy olyan fáról szeretnék beszélni, ami mindegyikben megtalálható lenne. Ez pedig a korhadó vagy a haldoklófa. Minden más területen belül lehetne egy-egy az adott típusnak megfelelő korhadófa. Ennek elbarnult levelei lennének, de ugyanúgy hasznosítható a faanyag, ami belőle származik. Ugyanúgy lehetnének az adott típusnak megfelelő kidőlt fák is. Természetesen ezeknek már nem lenne levelük, de a törzsüket még mindig fel lehetne használni. És még egy harmadik ötlet, ami szintén minden biomra érvényes lehetne. Kisebb-nagyobb bokrok. Ezekből csupán egy-két blokknyi fát lehetne szerezni. És akkor jöjjön most néhány biom. Fenyvesekben lehetnének például különböző típusú fenyőfák, amelyek méretükben és valamelyes színükben is különböznek. A tengerparti biomokon nőhetnének például pálmafák, amelyekről egy új item, a kókusz lógna. Ez egyfajta eldobható tejként működne, és semlegesítené a bájital effekteket azon a játékoson, amelyet eltalál. A kókuszoknak lehetne egy másik, viccesebb tulajdonságuk is. Ha a játékos 3 másodpercnél tovább áll alattuk, leesnek és enyhén sebzik a játékost, akit eltalálnak. A mezőkön, valamint egyes erdőkben virágzó fák is állhatnának, egyeseken pedig gyümölcs is teremhetne. A sima és a vörös sivatagokban mondjuk nagy ritkán egy-egy kiszáradt fát vagy bokrot lehetne találni. A dzsungelekben pedig különböző típusú trópusi növények nőhetnének, hogy egy kicsit jobban hasonlítson a bajom arra, ami akarna lenni. Ennyi is lett volna azoknak a fáknak a listája, amelyeket a meglévő fák mellett szeretnék látni a különböző biomokban. A következő részben új biom ötletekről és az azokkal kapcsolatos növényzetről lesz szó. A következő ötlet már félig meddig bent van a játékban, ezt azért mondom így, mert ez a sorozat főként a Java Edition hiányosságait mutatja be, de a most következő gondolat már szerepel a Windows 10-es Minecraftban. Ez pedig az, hogy a havas biomokban hóesés után fehérré változnak a levelek, és hó hullik le róluk. Ez már csak a puszta látványért is megérné, no meg hangulatosabbá is válna tőle a játék. Tudom, hogy ez egy exkluzív része a Windows 10-es játéknak, de akkor is. Nekem legalábbis nagyon hiányzik a Java Editionből. Maradjunk még egy kicsit a havas biomokban. Amikor itt havazik, megemelkedik a hó magassága, ami érthető, hiszen a való életben is így működik. De a való életben az is ezzel jár, hogy cserébe lassabban mozgunk benne. Ez viszont már nem mondható el a Minecraftról. Szóval sokkal jobb lenne, ha a magasabb hórétegben lassabban mozogna a játékos. Az előző részben beszéltünk egy új bossról, a slime bossról, aki azonos méretű slime-ok összeolvadásából jönne létre. Itt megemlítettem azt is, hogy ez a boss egy új típusú slime blokkot dobna, ha megölik. Ez lenne a charged slime block. A játékban létezik ilyesmi tulajdonság, csak éppenséggel a creepereknél, akik ilyen állapotukban jóval nagyobbat robbannak átlagos társaiknál. Vagyis megnő a hatásuk. Szóval ez ugyanúgy működne a charged, azaz a feltöltött slime blokkok esetében is. Ha neki megy a játékos egy ilyen blokknak, akkor az visszarepíti a játékost egy 10 blokknyi távolságra. Magyarán szólva, ez egy sokkal pattogósabb slime block lenne. Ez persze minden irányból így működne, tehát ha valaki ráugrik, akkor az minden ugrásnál 10 blokkal feljebb repülne az előzőhöz képest. Mint említettem, ezt a blokkot a slime poszttól lehetne megszerezni. De lehetne egy másik mód is arra, hogy ilyet kapjon a játékos. A creeperekhez hasonlóan, bár azért jóval ritkábban, megtörténhetne néha, hogy egy slime-ba csap bele a villám. És ha a játékos megöli ezt a slime-ot, akkor cserébe kap egy darab ilyen blokkot. De még így is jobban megéri, ha inkább a bosszal küzd meg, mert tőle több charged slime blokkot is kaphatna, mint a feltöltött slime-októl, ráadásul utóbbiak esetében ez csak körülbelül 1%-os eséllyel történne meg. Ennyit röviden a feltöltött slime block ötletéről. A következő részben arról a slime ballról, vagyis nyálkagolyóról fogok beszélni, amit ezekből a blokkokból lehetne lecraftolni. Ez lenne a super slime ball, azaz a super nyálkagolyó. A redstone-os ötletek nem igazán kaptak helyet eddig a sorozatban. A most következő ötlet sem fog annyira mélyen a redstone világába merülni, inkább csak egy apró változtatásról lenne szó, ami a pisztonokkal kapcsolatos. A dugattyúk eddig csak blokkokat tudtak mozgatni, de szerintem az is tök király lenne, ha az itemekkel is ugyanezt meg tudnák tenni. Természetesen minden ugyanúgy működne, tehát például a ragadós dugattyúk visszahúznák az itemeket.
Biztos vagyok benne, hogy a Redstone szakértő játékosok rengeteg különféle szerkezethez fel tudnák használni ezt a lehetőséget. És mellesleg teljesen logikus, hogy a lehelyezett blokkok mellett az eldobott itemeket is eltolják a pisztonok. Maradjunk még egy kicsit a Redstone világában, és beszéljünk egy új blokkról, ami bekerülhetne a játékba. Ez egyfajta random elosztóként funkcionálna, vagyis a kapott jelet vagy az egyik, vagy a másik oldalára továbbítaná. Az előző ötlethez hasonlóan ez is egy csomó új lehetőséget nyitna meg a Redstone szerelmeseinek. Még mindig a Redstone következik, ezúttal az érzékelőkről lesz szó. A játékban jelenleg egyféle érzékelő van, a napfényérzékelő, ami a különböző napszakok alapján működik. Lehetne azonban egy időjárás érzékelő, ami a csapadék alapján változtatná a jelet. Én nem vagyok egy nagy Redstone mérnök, de mások biztosan fel tudnák használni valami kreatív szerkezethez. Ideje, hogy a játék építészeti oldalát kedvelő játékosokkal is foglalkozzunk. A Minecraftban rengeteg építőblokknak van több változata is. A homok, az andezit, diorit és gránit blokkoknak például csiszolt változata van. Viszont az egyik legtöbbször használt blokknak, a fadeszkának nincs ilyen tulajdonsága. Pedig nagyon sok mindent ki lehetne hozni belőlük, ha minden típusú fadeszkának lenne faragott változata is, aminek sokkal simább a textúrája, mint eredeti társának. Sőt, a fadeszkákat és a faragott változatukat mind a 16 színben lehetne festeni is, ami ismételten egy csomó lehetőséget jelent a kreatívabb játékosoknak. Ezt egyébként már régóta várja a játékos közösség, szóval igazán hallgathatnának rájuk a fejlesztők. És még ha forgatni is lehetne ezeket a deszkákat, nos, az maga lenne a tökély. Visszatérve az andezit, diorit és gránit blokkokra, ezeknek lehetne téglaváltozatok is, amiből lépcsőket és félblokkokat is lehetne kraftolni. És ez még nem minden. A magma blokk az egyik kedvencem a kinézete miatt. De ezt tovább fokozhatnánk, ha a kőblokkokhoz hasonlóan ennek is lenne téglaváltozata, amiből blokkokat, félblokkokat és lépcsőket lehet kraftolni. Ezek a blokkok ugyanúgy megégetik a rájuk álló játékost, és a víz alatt ugyanúgy képesek levegőoszlopokat alkotni. Ugyanezt alkalmazhatnánk a homokkövek esetében is. Ezeknél is lehetnének tégla, valamint teljesen lecsiszolt változatok. Természetesen a vörös homokkőre is jellemzőek lennének ezek a tulajdonságok. Rengeteg sivatagi építményt lehetne belőlük építeni, hiszen megint csak egy hasznos, dekoratív ötletről van szó. És ha már a homoknál tartunk, érdemes lenne megemlíteni a lélekhomokot is, aminek semmilyen más változata nincsen. Pedig a sima homokhoz hasonlóan ebből is lehetne például csiszolt lélekhomokkő blokkokat készíteni. És ne feledkezzünk meg a netherrackről sem. Ennek a blokknak sincs simított vagy csiszolt változata. Ezekből is rengeteg változatos blokkot lehetne kraftolni. A hóblokkokkal is hasonló a helyzet, bár az ő esetükben szerintem leginkább a tégla változatokra lenne szükség. Gondoljatok csak bele, mennyi sok király hóépítmény készülhetne ezeknek köszönhetően. A cukornádakat sokszor dekorációként használjuk, de szerintem blokkok formájában is jól néznének ki. Ezeket pedig tovább lehetne kraftolni lépcsőkké és félblokkokká. Sőt, még azt is el tudnám képzelni, hogy ugyanez működne a bambuszok esetében is. Ja, és a különböző épületeket össze is kéne kötni valamivel. Erre általában különféle utakat, járdákat használnak a játékosok, de erre sincs külön blokk a játékban. Szóval a különböző kőfajtákból lehetnének útburkolatok, amik tényleg ezt a célt szolgálnák. A könyvespolcok. Az elmúlt években nem sok figyelmet kaptak a készítőktől, pedig nekem lenne pár ötletem velük kapcsolatban. Az egyik dekorációval, a másik pedig funkcióval kapcsolatos ötlet. Kezdjük a dekorációval. A könyvespolc fából készül. A Minecraftban több különböző típusú fa van, de mégiscsak egy típusú könyvespolc. Szóval jó lenne, ha többféle is lenne belőle az adott fatípusnak megfelelően. Természetesen egy kicsit mindegyik máshogy néz neki, akár csak az ajtók is, különben értelmetlen lenne a lekraftolásuk. A funkcióval kapcsolatos ötlet pedig a tárolás. Számomra teljesen logikátlannak tűnik, hogy a könyvespolcokban miért nem lehet könyvet tárolni. Tehát az is jó lenne, ha ezekben a blokkokban könyveket tárolhatnánk. Ezek nem változtatnának a blokk textúráján, de mégis ott lennének benne. A virágcserepeket téglából kell lekraftolni, a téglát pedig agyagból. Az agyagot pedig különböző színű terrakotta blokkokká lehet változtatni. Ha követjük ezt a gondolatmenetet, akkor hamar világossá válhat, hogy mi lesz a következő ötlet. Színes virágcserepek. A Minecraftban 2012 óta csak is egyféle virágcserép van. Pedig milyen hasznos lenne, ha különböző színű virágcserepek lennének a játékban. Gondoljatok csak bele, egy csomó esetben azért nem használják őket a játékosok, mert nem passzolnak az építményükhöz. És ilyenkor azt kívánják, bárcsak többféle színben lennének virágcserepek. Nos, ezzel az ötlettel könnyen megoldhatnánk ezt a problémát.
Nos, ennyi is lett volna ez a videó, nagyon remélem, hogy tetszettek nektek ezek az ötletek, és hogy ti is szívesen látnátok őket a játékban. Ha tetszett nektek ez a videó, dobjatok rá egy lájkot, és ne felejtsétek el megosztani az ismerőseitekkel, és hamarosan találkozunk egy következő videóban. Addig is, sziasztok!